aki látta az Ez történt a héten című összeállításunkat, hallhatta a hírt, jogerős ítélet született a palotaperben. Vendégem dr. Gila Pár, Terézváros ügyvédje. Kezdjük. Ügyvéd úr, gondolom, hogy ott volt ön is a bírósági ítélet hirdetésnél, egy elég régóta húzódó ügyről van szó, hiszen 2004-ben történt az a két eladás, amelynek most másodfokon is ítélet hirdetése született. Az ítéletet szerintem Terézváros önkormányzatának honlapján már olvashatták az érdeklődők. Szaladjunk végig egy kicsit kronológiai sorrendben, hogy a terézvárosi ingatlan perek sorozatában ez a két ügy, amiben most ítéletet hirdettek. Ezek melyek egészen pontosan? Mi volt itt az önkormányzatnak a követelése, és végül is az első fok ítéletét miért enyhítette a bíróság? Igen, az 2004. június 17. napjával állapította meg a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla is a cselekmények elkövetésének időpontját. Ezen a napon született a képviselőtestületnek az a többségi határozata, hogy az András út 47 és az András út 3 alatti ingatlanokat értékesíti. Ezt követően 2006-ban született az ingatlanok vonatkozásában, illetve más ingatlanok vonatkozásában is feljelentés. Megindult a nyomozás, egészen 2010-ig kellett várni arra a nyomozó hatóságnak, hogy minden elkövetővel szemben meg tudja indítani a nyomozást, hiszen voltak olyanok, akiknek országgyűlési képviselő mandátumok alapján mentelmi joguk volt. Ezt követően 2011 elején, januárjában került sor a vádemelési javaslat előterjesztésére a BRFK illetékes főosztályától a fővárosi főügyészségnek, aki 2011 folyamán vádat emelt, és a fővárosi törvényszéken 2011 decemberében elindult ennek a két ingatlannak az értékesítésével kapcsolatban a büntető eljárás. Először az Andrássy út 47-ben történt a vádemelés, majd két évvel 2014-ben került sor a vádemelésre az Andrássy út 3 vonatkozásában, és 2017. januárjában hirdetett ítéletet első fokon a fővárosi törvényszék, amely... Mind a kettőben, vagy csak az elsőben? Mind a kettőben, nem, mind a kettőben. Ekkor már mind a kettőben. Mikor vonták össze a két ügyet? Amikor a második, az Andrássy út 3 is előterjesztése került. Ugye a nyomozás jelenleg is folyik, és ugye a nyomozás... elég nagyszámú ingatlan ügyében indult, illetve folyik jelenleg is, és mindig elkülönítettek nyomozó hatóság által koncepcionáltan, hogy például az Andrássy út 47 és az Andrássy út 3 az, amelyben úgy gondolták, hogy vádemelési javaslattal lehet élni. További 11 ingatlan volt, amelyben 2012. augusztusában lezárult a nyomozás, szintén vádemelési javaslattal került ez is az ügyészségre, majd ezt követően pótnyomozás elrendelésére került sor, és ezt követte, amit említettem, hogy kiemelték ebből a csomagból az Andrássy út 3-at, és ezben történt a vádemelés, és mind a két ügyben így született első fokon ítélet ugye 2017. januárjában. Mi volt az akkori döntése a bíróságnak? Igen. Ugye indult 15 vádlottal az eljárás, de 3 vádlott elhunyt időközben, és ezért 12-en maradtak, és az lett a döntés, hogy első fokon, nem jogerősen első fokon, hogy mind a 12-en szándékos bűncselekményt, hújtlen kezelést követtek el, és különböző időtartamú, hosszabb és rövidebb időre felfüggesztve kaptak büntetést. Akkor még az eredetileg másodrendű vádlott, a Fűz György, ő kapott még pénzmellékbüntetést is. Pénzbüntetést kapott még 70 millió forint összegben, illetve a polgárjogi igényt is elbírált első fokon a bíróság. Kizárólag csak az Andrássy út 3 ügyében ítélte meg a fővárosi törvényszék
a polgárjogi igényt, hiszen az Andrássy út 47 az időközben, mivel a fővárosi főügyészség pert indított ezeknek a polgári szerződéseknek a semmisége iránt, időközben befejeződött jogerősen, és visszakapta az önkormányzat az Andrássy út 47-et, tehát a tulajdoni lapra is visszajegyzésre került az ingatlan. Az Andrássy út 3 esetében ez nem tartotta megalapozottnak a polgári bíróság, ott csak megállapították magát a tényt, hogy semmis volt a polgári jogi szerződés ebben az ügyben, és itt állapította meg az elsőfokú bíróság 131 millió 700 ezer forint, és 2004. június 17. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes kamatát. Ehhez képest most megtörtént a másodfokú ítélethozatala, ami változott az első fokúhoz képest. Erre számítottak, vagy nem erre számítottak? Miben enyhébb, miben erősebb ez az ítélet? Ugye ez egy, talán így tudom mondani, hogy jogtörténetileg ez egy nagyon érdekes eljárás, hiszen soha nem volt még így, hogy valamilyen állást foglaló képviselőtesti tagokkal szemben történt büntetőjogi felelősségre van, így van, felelősségre vonás. Ilyen nem volt még. Tehát azért ez egy jogtörténet érdekesség is, maga az eljárás. Az elsőfokú ítéletekhez képest Fürsz György vádlott esetében mellőzte a pénzbüntetésnek a kiszabását a másodfokon eljáró ítélőtábla, mivel nem volt az eljárás bizonyítékaiból megállapítható, hogy haszonszerzés céljából követte volna el a cselekményt. A többiek esetében viszont megváltoztatta, enyhébb minősítésű bűncselekményre változtatta meg a többiek esetében az ítéletet, méghozzá nem a szándékos, hanem a gondatlan alakzatban állapította meg a bűnösségüket, az meg a hanyag kezelés volt. És a hanyag kezelésnek a súlyosabban minősítendő, 0-tól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő részében állapította meg a bűnösségüket, és ezen kívül történt... Ez volt az első fok még. Nem, ez a másodfok. Ez a most a másodfok, azt tetszett kérdezni. Igen. Most a másodfok, és ezen kívül a 131 millió 700 ezer forinttal szemben 123 millió 10 ezer forint, és ezen összeg után 2004. október 6-ától a kifizetés napjáig járó kamat volt az, amelyet megítélt. Azért volt eltérés az összegszerűségben, mert a másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy nem volt helyes a matematikai műveletnek a végrehajtása, ezért volt ez az összegszerűségben a változás, illetve azért volt még a változás a kamat időpontjában, mert az önkormányzat szempontjából akkor történt a vagyonvesztés, amikor ugye bejegyezték a tulajdonost az ingatlan nyilvántartásba, és ezért van az eltérő kamatkezdési időpont. Tulajdonképpen megállapítható a végén, hogy mindenkit elmarasztaltak, az önkormányzat akkori testületének tagjait, de börtönbüntetést egyedül Fürsz György 2 évi börtönbüntetést kapott 5 évre felfüggesztve, a többieket pedig elítélten, de megrovásban részesítették. Ezt a kifejezést mi nem nagyon ismerjük civilek, hogy ez mit is jelent. Én már hallottam olyat, hogy hát a megrovás az nem büntetés. A jogászok azt mondják, hogy a megrovás az épp olyan büntetés, hiszen el lettek ítélve. Segítsen nekünk, ügyvéd úr, ennek az értelmezésében. Igen, annyit pontosítanék az előbb elmondottakhoz, hogy csak is kizárólag azok a volt képviselőtestületi tagok kerültek elítélésre, akik az értékesítést megszavazták. Tehát nem az egész képviselőtestület, csak az a része, aki megszavazta. Ugye a büntetőjogban vannak a büntetések és az intézkedések. Ugye a büntetés ott van a határozott vagy határozatlan idejű szabadságvesztés, ugye az életfogyta tipikus eset, amiben is meg van határozva az, hogy mi az a minimális időszak, ami után lehet a feltételes szabadlábra helyezésről tárgyalást kezdeni,
de ez nem a büntetési nemek között van a megrovás, hanem az intézkedések között van. Uh-huh. És éppen azért ítélte meg a megrovás alkalmazását a fővárosi ítélőtábla, mivel egyrészt gondatlan alakzatban, tehát egy gondatlan bűncselekményben látta megalapozottnak a bűnösségüket, illetve azért, mivel a gondatlanságon belül is a legenyhébb fokozatban állapították meg a bűnösségüket, de hozzá szeretném tenni, hogy rendkívül enyhítő körülmény volt az eltelt idő. Ugye ez közel 14 év után következett be, és a gondatlan cselekményeknél, habár 0-3 évig terjedő szabadságvesztéssel volt fenyegetve ez a cselekmény, éppen ezért és a gondatlanságra tekintettel is csak és kizárólag az intézkedést a megrovás látta megalapozottnak. Mit jelent az a 123 vagy 128 millió forint és annak a kamatai? Ezt kinek kell megfizetni? Kinek a részére kell megfizetni? Milyen arányban kell ezt befizetni azoknak a tagoknak, azoknak a képviselőknek, akik el lettek marasztalva? Igen, a pontosan 123 millió 10 ezer forint ez az összeg. Ez egyetemlegesen, ami azt jelenti, hogy mindannyiuk együttesen, tehát sortartás nélkül kell a felelősségüknek megállni. Az önkormányzat bármelyikkel kell szemben a teljes összeget követelheti, de természetesen ugye ez egy akkora szám már a mai napig, ez körülbelül 210 millió forintnál tart a kamatokkal együtt, így van. Tehát akkor most 12 embernek 210 millió forintot kell. Úgy mondta ki az elsőfokú ítélet, és ezt a másodfokú ítélőtábla ítélet is helyben hagyta, hogy a jogerőre emelkedéstől számított 90 napon belül kell megfizetni. Ha elterik eredménytelen a 90 nap, akkor végrehajtási eljárás keretében lehet velük szemben érvényesíteni. Hárman elhunytak a vádlottak közül, 12-en osztoznak úgymond a büntetésben. Különböző vagyoni háttérrel, különböző háttérrel várták ezt az ítéletet. Azt gondolom, hogy nem mindenki képes arra, hogy a úgymond ráeső részt azt vállalni tudja. Mi történik ilyenkor? Hát ugye most arról tetszik beszélni, amit az önkéntes teljesítésnek hívnak, hogy valamelyik kötelezett, illetve vádlott úgy gondolja, hogy bizonyos összeget tudna a ön által is hivatkozott ráeső részből teljesíteni, de nem a teljeset. Ilyen jellegű önkéntes teljesítésre vonatkozó nyilatkozat még nem hangzott el senki részéről sem, de én úgy gondolom, hogy az önkormányzat rész, mivel az önkormányzat részére sértetnek, kell megfizetni ezt az összeget. Én nem hiszem, hogy az önkormányzat el fog zárkozni az önkéntes teljesítéstől. De viszont ugye jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak a követeléseinek a beszedése, ez egy tipikusan ilyen eset. Ebben az esetben pedig, ha nem fog megtérülni az összeg, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenkivel szemben végrehajtási eljárás fog indulni a 90 napot követően. Természetesen. Beszéltünk arról, hogy még vannak hátra levő ügyek. Jelen pillanatban a vádlottakkal szemben, nem ebben az ügyben, hanem a még hátra levő András Júlti és egyéb ingatlanokkal kapcsolatban. Mennyi a követelése az önkormányzatnak? Különböző ingatlan ügyekben nem képviselő testületi tagok is gyanúsítva vannak, illetve vádemelési javaslattal a főügyészség részére megküldte a rendőrség az iratokat. Jelenleg a 2015 áprilisában megszüntetett nyomozást követően az elmúlt év végén, december 21-én rendelte el a fővárosi főügyészség vezető főügyésze elrendelte a nyomozást ismét a Fűz Györggyel szemben. Ővel a szemben van a legtöbb ingatlan gyanúként megnevezve hűtlenkezelés büntetőügyében, szintén annak a 7 darab ingatlannak 1,8 milliárd forint a
megállapított összegszerűsége, amivel ugye az egy nagyon súlyos cselekmény, ez egy 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztése büntetendő bűncselekmény. Ebben indult el most ismét a nyomozás, mint ahogy jeleztem az elmúlt év végén, december 21-én. Hogyha az igazságszolgáltatás olyan gyorsan működik, mint ahogy eddig, akkor gyakorlatilag megint lehet egy 10 éves periódus, mire ebből akár vádemelés, akár ítélet születik? Én nem hiszem, hiszen még egyszer mondom, volt egy gyanúsítotti kör, akivel szemben már vádemelési javaslattal fordult a nyomozóhatóság az ügyészséghez, illetve maga a főügyészség rendelt el, mivel ő szüntette meg a nyomozást a Fűz Györggyel szemben, ő rendelt el a nyomozást. Én szerintem sokkal hamarabb, hiszen nincs annyi személy az eljárásban, és a másik pedig az, hogy az összegszerűségek már bizonyítva lettek korábban. Tehát ezt nem úgy kell képzelni, hogy most kezdik el, nem most kezdik el ezt ismételten, nem, ott már megvannak a szakértői vélemények, hiszen ezeknek az alapszakértői vélemények már elkészültek ebben az ügyben 2012. augusztusában. Ahhoz képest a későbbiekben történtek finomítások, illetve, hogy említettem, leválasztások is az összes nagy ingatlan ügyről, hiszen itt nem csak Andrássy úti ingatlanokról van szó, ugye, hanem vannak más ingatlanok, például a Liszt Ferenc téren is van, tehát vannak más ingatlanok, amik ugyanúgy benne vannak ebbe, de túlnyomó részt valóban, ahogy tetszett említeni, Andrássy úti ingatlanokról van szó. Ügyvéd úr, mi a tanulsága ennek az egész történetnek? Mint ahogy mondta, precedens volt, soha nem volt rá példa, hogy egy képviselőtestület majd minden tagja érintett legyen egy büntetőügy kapcsán, hűtlen kezelés, gondatlanság vétségében. Azt gondolom, hogy mindenki elgondolkodik ennek a történetnek a hallatán. Önnek, mint ügyvédnek, ügyvédnek általában, és mint Terézváros ügyvédjének, az önkormányzatot képviselő ügyvédnek. Mi a történetnek a tanúsága? Mire hívnál föl a figyelmet bármelyik képviselőnek? Vagy mindenkinek, aki a közéletben tevékenykedik? Ugye éppen ebben a jogtörténeti unikum miatt több olyan értékelés is elhangzott a másodfokú bíróság az ítélőtábla részéről, amely én ugye ott voltam az ítélet hirdetéskor, akkor csak szóbeli indokolás történt, még én sem láttam az írásba foglalt, elég hosszúra nyúló szerintem, rengeteg adatot pontosítottak még az elsőfokú ítéletnek az indokolásában. Talán két kör volna az, nem, talán három lenne az, amit kiemelnék. Ugye egyrészt végig arra hivatkoztak az önkormányzati képviselők, hogy ugyanolyan immunitás, azaz mentességük van, mint az országgyűlési képviselőknek. Erre rámutatott kifejezetten a többszöri védekezésben előadottakra az ítélőtábla, hogy nem, nincs a jogszabály szerint ugyanolyan mentelmi joguk, ugye ez a magyar megfelelője a jogi kifejezésnek, mentelmi joguk nincsen az önkormányzati képviselőknek. A másik az, hogy valóban mindenre kiterjedő, kellő gondosságot kell tanúsítani azoknak, akik vagyongazdálkodással foglalkoznak, hiszen éppen az önkormányzatnak a képviselőtestülete az, aki dönt az önkormányzat vagyonáról. Ez lenne a másik. A harmadik pedig talán az, amit szintén többször előfordult védekezésképpen, hogy frakciótag voltam, frakción elhangzott az, hogy mi legyen az az álláspont, amit képviselünk, és ennek én ebbe belenyugodtam, hogy ez szakmailag megfelelő, és éppen ennek megfelelően szavaztam. És éppen ezzel szemben fejtette azt ki az ítélőtábla, hogy igenis eredményesen ilyen esetekben, amikor gazdálkodással összefüggő kérdések is felmerülnek egy képviselőtestület ülésen, ezzel nem lehet védekezni, hiszen minden képviselő egyenként felelős a saját cselekményeiért, és nem a frakció vagy bármiben más alakulat felelősét, hanem mindenki, mivel egyénileg ő kapott mandátumot
mint XY, éppen ezért a felelősséget is önmagának, és nem például a frakcióra mentve szabadulni lehetne egy ilyen büntető eljárás alól. Köszönöm szépen. Ügyvéd úr, van-e valami, amit még el kellene mondanunk? Én úgy gondolom, hogy a további ügyek azok már a mármint az okozott vagyoni hátrány miatt, azok, ha bebizonyosodnak valóban a gyanúban foglalt cselekmények, azok sokkal komolyabb joghátrányokat, azaz sokkal komolyabb jogkövetkezményeket fognak eredményezni. Azt mindenképpen állíthatom. Tehát ebben a 1,8 milliárdos ügyben például, vagy ugyanúgy a többiek esetében is, akik érintve vannak, ott is több százmilliós a gyanú, illetve majd a vád előkészítés szakaszában a vád megfontolás, tehát ott mindenképpen sokkal szigorúbb ítéletek fognak szerintem születni, hogyha a bíróságok is bizonyítottnak látják a vádban, illetve a gyanúban foglaltakat. Köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta nekünk. Én is köszönöm szépen.